Ünnepélyes tanévnyitó keretében nyitották meg hétfő délután az egyetemi tanévet a Bábes-Bolyai Tudományegyetemen. Idén több mint 15 ezer diák választotta a BBTE különböző szakjait. Ez 13%-os növekedés a tavalyhoz képest, ami a magyar tagozatra is jellemző. Tanárok, diákok, önkormányzati képviselők ünnepeltek együtt a Bábes-Bolyai Tudományegyetem Farkas utcai főépületében a magyar tagozat tanévnyitóján. Az eseményen dr. Sós Anna elmondta, az idei évkezdés öröm számukra, képzéseik iránt ugyanis megnövekedett az érdeklődés. Idén 1650 egyetemi hallgató jutott be magyar nyelvű alapképzésre. A Bábes-Bolyai Tudományegyetemen örömmel láttuk, hogy az idén mintegy 13%-kal jelentkeztek többen az elmúlt tanévhez viszonyítva alapképzésre. Mesterén megőriztük az előző számokat, és a doktorinak még nincsenek meg az eredményei, egyelőre azt látjuk, hogy igen sokan jelentkeztek. A híradónk által megkérdezett diákok azt mondták, azért döntöttek a Bábes-Bolyai Tudományegyetem mellett, mert Románia egyik legjobb felsőoktatási intézményének tartják. De az sem volt mellékes szempont, hogy anyanyelvükön tanulhatnak a választott szakon. Én a közgazdaságkarra jelentkeztem, azon belül menedzsment szakon. Azért jelentkeztem erre a szakra, mert gazdasági alkalmazott szeretnék lenni egy vállalat keretén belül, vagy esetleg a tanári pályán is el szeretnék igazodni, mint közgazdaságtanár. A BBT-et 197 külföldi diák választotta tanulmányai folytatására. Közülük 105 hallgató Magyarországról érkezett. Többségük a magyar tagozat képzéseire jelentkezett.